Hello, hello, sziasztok! Lehetek üdvözölve a legújabb Forma 1-es videómban. Az SRT Forma 1-es csapat első szezonjának 13. futama következik innen a magyaródi versenypályáról. Nagyon esős körülmények válják a versenyzőket és a szügyi F1 teamet az első hazai pályán. Ez a 4,3 km hosszú versenypályán, amelyiket szerintem mindenki kívülről fúj már. Már közben nézhetjük az időmérő összefoglalóját. Láthatóan egyre inkább javuló körülmények voltak a Q1-ben, hiszen esős gumikkal kezdtünk, majd intermediate-re váltottunk át. Ez a tendencia folytatódott a Q2-ben is, ugyanis pedig már száraz pályára alkalmas gumikkal mentünk tovább az első helyen, mivel mi voltunk az egyetlenek, kevve megpróbálkoztak a Q2-ben. Q3 végére pedig már a nap is kisütött, aminek köszönhetően 8. időt futottunk az időmérő harmadik szakaszában, amit végül Hamilton nyert meg Bottas előtt, semmi meglepő nincs az elmúlt futamokhoz képest. Majd Verstappen jön Leclerc-ek a második sorban, majd Vettel, Ricardo, Albon is én, majd a két Racing Point, Ocon, Norris, Kvyat, Grosjean, Raikkonen, Russell, Magnussen, Gasly, Giovinazzi, De Vries a 20. lett ismét, mint legutóbb Nagy-Britániában. Sikerült Sainzot és Latifit megverni, ez nagyon érdekes, hogy egy McLarent mellett tudod győzni De Vries. És már itt is vagyunk a felvezető körnek a legvégén, úgyhogy nem sokára elindul az esős magyar nagydíj. Én mindenkinek jó szurkolást kívánok hozzá. A lámpák. És eljön a mezőny. Leclerc autó egy kicsit itt kipörög előttünk. Ricardot már is megelőzzük, sőt Albont is. A két Ferrari mellésbe megyünk. Nagyon erős rajtot veszünk, ugyanúgy, mint Hollandiában. Csak most beragadok pont a Holland Verstappen mögé, hogy a két Ferrari visszajön elébünk, sőt Albon is. Verstappent valahogy sikerült magunk elől eltüntetni. Én nagyon más híven próbálkozunk menni a többiekhez képest, de maradunk a 6. helyen. Így is összességében 2 pozíciót tudtunk nyerni a rajtnál. Ricardo van mögöttünk, Verstappen esik vissza folyamatosan. Még keresünk a pontos végtávokat, hiszen ugyebár most teli tankkal mennek az autók, nem úgy, mint az időmérőn, ahol nem azt mondom, hogy szinte üresek, de közel vannak ahhoz az állapothoz. Két Mercedes megy legelől, őt követi a két Ferrari, Vettel, Leclerc sorrendbe, aztán jön Albon és én, majd Ricardo és Stroll. Ez az első 8 sorrendje az első körhöz végéhez közeledve. Picit itt lesodródunk a 13-as kanyarban, de egyelőre nem veszítünk pozíciót. Véges az első körnek. Közelítünk Albonhoz, na vagy bedobjuk el a célegyenes végén? Még nem. Közel valandunk a tájföldi versenyzőhöz. Szorongatjuk. Egyelőre elmarad a támadás. Itt lecsúszunk a pályaívről, vagy a pályáról.
Ricardo van közel hozzánk, utána Stroll van egy picit lemaradva, itt van egy nagyobb rés a mezőnyben, most ahogy elnézem. Az első hetes úgy nagyjából együtt, aztán jön egy pici szünet. Albon picit most meglógott, egy másodpercre emelt előlünk. Ezt ezek szép tempót mennek ott elő, mentünk egy lila harmadik szektort nézve. Mik nem történnek? Jó, hát esős körülmények között. A esős körülmények között az autók közti különbségek minimálisabbak lesznek, vagy kisebbek lesznek. És a tudás értékelődik fel jobban. Jött a Vettel, Leclerc. Albon és Ricardo. Stroll már 3,6 másodpercre van mögöttünk. Nagyon ráesünk Albonra. Miért egy ilyen környéken kell? Használni az overtake-et, nem értem Jeffet. Na jó van. Kijön megint a 13-as kanyarba. Hoppá! Kigyorsítás nem lett a legjobb. Átjösszünk a kerékvetőre. Na itt már inkább lehet használni az overtake-et valóban. Nagyon szépen esik az eső itt. A magyaródi pálya felett. Szépen tartjuk Albonnal a tempót. Mi a közelebb érünk hozzá, mi a picit eltávolodik. De a Strollik már négy másodpercre vannak mögöttünk. Itt most nagyon közel kerülünk Albonhoz. Egyelőre ne dobjuk be az autót mellé. De ezekből a képek sorokból azt mondanám, hogy talán tudnánk gyorsabb tempót is venni hozzá képest. Akár már 2,5 másodpercre ment előttünk. Szépen sporolunk a benzinnel, úgyhogy magasabb fokozaton is tudhatjuk majd használni. Szükséges. De rásunk itt Albonra! Az utolsó kanyarba bedobjuk az autót, megvan az előzés. Egy nem várt helyen, de megelőzzük Albont. Lehet menni a Ferrari után. Itt egy picit megindult az autó hátulja a kigyorsításnál. De már egy másodpercet adtunk Albonnak. Lehet, hogy van valami technikai problémája a Red Bullos versenyzőnek? Mindenesetre az eső intenzitása alább hagyott. Nem esne annyira, mint a az első körökben. Már az ötödik körben tartunk.
vagyunk át. Szia, gyenesre! Na. Ez egyik Mercedes, meg ez egyik Ferrari kiment a boxban. Jeff pedig azt mondja, hogy nem kell egyelőre gumit cserélni. Tehát gondolkodnak azon a kocsutca falon, hogy lehet, hogy az intereket most már fel lehet tenni az autóra. Úgyhogy jól láttuk mi azt néhány perccel ezelőtt, hogy valóban nem esik annyira már az eső. Továbbra is vizes azért az aszfalt még. Hamilton is Vettel ment ki a boxba. Albonnak már három is felet adtunk. Valahol sárgáznak. Na mi történik? Mi történik mögöttünk? Valahol valami történt. Itt egy picit lecsúsztunk az ívről. Safety car van bent, safety car van bent. De vajon ki miatt? Ezt már nem biztos, hogy megtudjuk. És ugrottunk az időben a safety car fázis mögé a végére. És ha jobban megnézzük a bal felső sarkot, egyedül én maradtam esős pályára alkalmas gumikra, többiek mind kimentek intermédietre. Hát... kiderül, kinek lett igaza végül. Nekünk vagy nekik? Javulnak a körülmények, vagy rosszabbodni fog esetleg, és nekik kell egy extra kiállás. Minden esetre most mi diktáljuk a tempót. Kigyorsításra játszunk, és elindulhat a mezőny újra. Versenytempó. Hazai futamon vezet az SRT. Jó érzés ezt kimondani. Vajon meddig sikerül megtartani ezt, mert már Bottas azonnal támad. Azonnal jön a finn versenyző. Egyelőre kivédekezzük a támadását, és Hamilton bevág mellé. Két Mercedes egymás mellett. És a Ferrari-k is nagyon közel vannak hozzájuk. Hú, mi lesz itt most? Kis csatározásnak köszönhetően most meglógtunk egy picit. Nagyon azt akarják, hogy menjünk ki a boxba. Egyelőre nem menjünk. Most Hamilton van mögöttünk. Két Mercedes közül. Lecsúszunk itt megint az ívről. Úgy néz ki, ezt a kanyart nem érezzük annyira a jelen pillanatban. Vagy a mai nap folyamán. Egy szép kis vonalatot vezetünk fel. Itt a második szektorban. Jön Hamilton, és beteszi az autót mellénk. Most egy picit ő van előrébb, de még a belső ív. Egyelőre megúszszuk ezt a támadást. Most jöhet Bot, mi mindig Hamilton, azt hittem Bottas megelőzte közben. Itt a célnyelesben. Igen. Azt mondják, hogy szárani fog a pálya, meg az időjárás. És megpróbálunk erre játszani. Ne kelljen kimenni még egyszer a boxba. De most Hamilton mellénk gyorsít. És pont amennyire kell, annyira kitereljük a Mercedes versenyzőjét. Bottas most már megint mögöttünk. És Leclerc a harmadik. És állandóan felkínálják azt, hogy menjünk ki interért. De ez most már egy nagyon felesleges cselekmény lenne. Hisz a tök utolsó helyen jönnénk vissza. Ha most kimennénk a boxba. Most ilyen körülmények között kell a legjobbat nyújtani. Visszaverni a többiek támadását még egy jó néhány körön keresztül. Bemegyünk középre. Picit ráhozunk Bottasra, hogy megpróbáljon rövidebbet fékezni. Hát még egy 8 kört kell majd így kibírni.
Vettem maradt le egy picit. Bottas itt van nagyon közel hozzánk, sebességváltónkon van. De én megpróbálom mindig a kigyorsításra játszani. Nagyon picit meg is lógunk a Mercedes-től. Mögöttük pedig Hamilton támadja a Leclerc-et. Meg is van a britnek az előzés, újra Mercedes második, harmadik hely. Ricardo van most a negyedik helyen, ő megelőzte Vettelt. Történnek itt események, a 11. kör elején vagyunk éppen. Nagyon közel van hozzánk a két Mercedes. Ott a Mansell kanyar van, nem próbálja meg Bottas bedobni az autót. Továbbra is az élen haladunk. Tapsolnak a szurkolók, biztatnak minket a legjobbra, vagy legalábbis remélem, hogy minket biztatnak, ha már a hazai csapatnak lehet szurkolni. Másfél tizedre van tőlünk Bottas. Nem a legjobbak a kigyorsítások. Na nézzük, mit csinál a Finn. Semmit nem csinál a Finn. Továbbra is marad mögöttünk. Itt egy picit megint lecsúszunk a idáis hívrű. Bottas itt megpróbálja bedobni az autót. Most ő kívülre szorul így. De tartjuk továbbra is az első helyet. Ricardoék meg ennek köszönhetően visszazárkoztak, hogy volt egy kis szabad terük. Ez nem lesz egy jó kigyorsítás így. Bottas már is itt van mellettünk, és megelőzött minket a Finn. Bottas átveszi a vezetést a 12. kör elején. És Hamilton is menne utána. Mind a két Mercedes megelőz minket. Nem, továbbra is olyan szép elegánsan letereljük a pályáról Hamilton. Két-három kanyarat már is másfél másodpercet vett ránk Bottas. És most jön Hamilton, itt jön a sikánhoz. Adunk neki helyet. De megvan egyelőre. Visszavertük ezt a támadást is brit versenyzővel szemben. És a komplet mezőn jön utánunk. Bottas tudott ugye minket megelőzni, most meglógja előlünk. Nem is kicsit, már nincs is rajta a kamera képen. Négy és fél másodpercre elment egy kör alatt Bottas, hihetetlen. Mennyivel gyorsabb az intermediate gumi. Ez egy öngyilkos taktika volt, de egyelőre szépen tartjuk magunkat. Egy 1.30-as kört ment Bottas, vagy egy 1.36-osat. Hamilton nem próbálkozik egyelőre. És most! Elmérjük. De nem mer valamit ott kigyorsítani Hamilton, visszaverjük újra a támadását. És Leclerc is megelőzi, sőt Vettel megelőzi Ricardot. Négyes kanyar felé menet. Micsoda történések vannak itt, kérem szépen. Most Leclerc a harmadik. Ott Vettel és Ricardo együtt fordulnak a sikánban. Ki lesz előrébb? Szintén nem tudjuk, mert mindig egymás mellett volt a két autó. Lecsúszunk itt egy kicsit a pályáról. De nagy csatározásban vannak ők ott ketten. Na nézzük, Leclerc mire megy velünk szemben. Egyelőre szépen marad mögöttünk a harmadik helyen. Ricardo az ötödik jelen pillanatban. Bottas már 8,3-re van tőlünk. Nagy tempót megy a Finn.
Nagyon nagy tempót megy a film. Hamilton végez egy nagyon rövidet. Majdnem bedobja mellénk az autót. Na ki jön másodiknak? Mi jövünk egyelőre továbbra is második helyen. Hamilton megelőzi Leclerc-et. Újra a brit a harmadik. És már itt is van a sebességváltónkon. És a mezőny is visszafelé ránk. Hamilton nagyon nézelődik, nagyon meg akarna előzni minket. Ebben nincs semmi meglepő. Bottas már 12,5 másodpercre mentett tőlünk. Körönként kapunk egy 4-est legalább tőle. Na nézzük Hamiltont. Ezek a gumik nagyon rossz állapotban vannak már. És most! Nagyon közel jött Hamilton, nekünk is jött egy picit. Ennek köszönhetően megcsúszott a kigyorsításnál, és többen is elmennek mellette. Újra Leclerc van mögöttünk, Ricciardo van most már a negyedik helyen, Hamilton csak az ötödik. Ha már eddig eljöttünk, akkor nincs értelme kimenni most már a boxba. Ezt most már végig csinálni ezt a 3,5 kört így, ezekkel az abroncsokkal. Ez most egy nyugisabb kör a számunkra. Bottas vagy a leggyorsabb kört. Ebben nincs semmi meglepő. Még 3 kört kell most már csak kibírni. És jön Ricciardo. Jön Ricciardo a Renault-val. Ott van Leclerc mellett. És megelőzi a Ferrarist. Sőt. Ott van már mellettünk is. És összeér a két autó. És egy nagyon nagy baleset. Majdnem felborult az autó. Egy rossz mozdulat. Elég volt egy rossz mozdulat már is. Becsúszott az autó. Összeért a mellette lévő Ricciardóéval, és már is a szalagkorában találtuk magunkat. Úgyhogy nem sikerült túlélni ezt az öngyilkos taktikát. Ennek köszönhetően Mercedes 2-es győzelem született a Hungaroringen. Leclerc lett a harmadik, Vettel pedig a negyedik. Egyéni pontversenyben és a csapat pontversenyben sem történtek nagyobb változások. Mindenki tartja az eddig megőrzött pozícióját. Ez egy nagyon izgalmas magyar nagydíj volt. Köszönöm, hogy velem tartottatok ezen a futamon. Remélem a következőkön is itt lesztek velem. Addig is legyetek jók. Sziasztok!